Románia elkötelezett az Európai Unió 2024 és 2029 közötti prioritásainak előmozdítása mellett, mondta Klaus Johannis államfő, miután Bukarestben tárgyalt Charles Michel ELTI elnökkel, illetve a magyar, a belga és a horvát miniszterelnökkel. Az elmúlt időszakban az uniónak rendkívüli nehézségekkel kellett szembenéznie, ezért a prioritások meghatározása és gyakorlatba ültetése elengedhetetlen, nyilatkozta az Európai Tanács elnöke Charles Michel. Ötoldalú uniós csúcs találkozót tartottak szerdán Bukarestben. A megbeszéléseken Klaus Johannis mellett részt vett Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, Orbán Viktor magyar, Alexander de Croo belga és Andrej Plenković horvát miniszterelnökök. A Johannis-Michel közös sajtótájékoztatón a román államfő kiemelte, hogy Románia elkötelezett az Európai Unió 2024-2029 közötti prioritásának előmozdítása mellett. A granadai nyilatkozatban meghatározott irányelvekre alapozzuk a terveinket. Ebben a tagállamok vezetői leszögezték, hogy a 2024-2029-es időszak stratégiai prioritást jelentő kérdései a biztonság és védelem, az unió globális szerepvállalása, ellenálló és versenyképességének erősítése, illetve az energia és a migráció. Charles Michel mindenek előtt gratulált Románia részleges schengeni csatlakozásához. Gratulálok Önöknek a schengeni csatlakozás irányába tett fontos lépésekhez. Korábban is mondtam, hogy megtörténik ez a lépés, és a jövőben is számíthatnak támogatásomra Románia teljes körű schengeni csatlakozási törekvéseinek elérése érdekében. Az Európai Tanács elnöke ugyanakkor felidézte, hogy az elmúlt időszakban az uniónak rendkívüli nehézségekkel kellett szembenéznie, és ennek fényében a következő időszakban prioritást élvez a biztonság és a védelem kérdése. Közölte azt is, hogy az új stratégiai menetrend szerint mindezek mellett az unió polgárainak jólétére, a mezőgazdaság helyzetének javítására is összpontosítani fognak.